Kellemes időtöltést kívánok minden kedves nézőnknek. Önök a Kultuszféra című műsort látják, szakértünk, illetve vendégünk Birinyi József, népdalkutató, muzeológus, én nem is tudom, népdalgyűjtő, népzenész, és a Magyar Hungarikum Bizottságnak az elnöke, és természetesen a mostani beszélgetésünk is, úgy, ahogy ezt megszokhatták már valamilyen úton, módon, a mostani ünnepkörhöz fog kötődni. Pünkösdhöz. Hiszen ezen a hétvégén, illetve a hét elején, a következő hét elején Pünkösd ünnepét üljük meg. Mióta beszélhetünk Pünkösd ünnepéről ezen a nyelven? Köszöntöm én is a nézőket. A vonat elindult már Csíksomlyóra, épp itt előtte beszéltünk. Tehát a Pünkösd a keresztény egyházak születésének fő-fő eseménye, ehhez kötődő a Szentlélek eljövetele. Amikor keresztelő Szent János Jézus keresztelte, azt követően a vállára szállt egyből egy galamb. És ezt, ennek az értelmezése és a szimbolikából is átjön, hogy a galamb, a fehér galamb, az a Szentlélek, vagy a lángoló tűznyelv az apostolok fölött. Nagyon sok olyan festményt, ábrázolást lehet látni, ahol a 12 apostol fölött 12 láng nyelvecske van. Ez az, amikor a Szentlélek megszállja őket. Tehát ez a keresztény egyházi tartalma. És természetesen húsvéthoz kötődő, tehát a pünkösd is ilyen értelemben mozgó ünnep. Ezért nem tudjuk, meg tudjuk előre mondani, de mindig a húsvéthoz kiszámolva, mert hogy a húsvéthoz számított 7. vasárnap, azaz 50. napra, az elnevezés is ebből ered, a görög pentakosztész, tehát az 50-et jelenti, ebből jött a pünkösd. Egészen magyarul átvették, tehát nagyon gyakori az ilyenfajta magyarítás az idegen eredeti elnevezésekből. És hát nagyon nagy jelentősége van, zarándokünnep, ugye ha éppen Csíksomlyót említettük, amely a legjelentősebb és talán a legnagyobb múltra visszatekintő magyar Mária kegyhely, amely a 21. század végére nemzeti zarándok helyi is nőtt, tehát nem csak a direkt vallási célzatú megkereséssel, hanem a nemzet összetartozás, a turizmus és sok minden. Tehát bizonyos értelemben is ez nagyon jó, hogy ilyen divatok is vannak, hogy egy ilyen értékcentrikus helyre illik, vagy jó elmenni annak, aki esetleg nem direktben katolikusként, vagy ferencesként megy oda, vagy zarándokként megy Csíksomlyóra. Nagyon sok népszokás is kötődik a pünkösdhöz természetesen, mint általában minden ünnephez. És ha a népszokások gyökereit nézzük, akkor ugyanúgy vissza kell tekinteni a kereszténység előtti állapotokra, mert a görögöknél, a rómaiaknál ugye a florália ünnep. Én Aquincumban lakom, és ott látom, ilyenkor már mindig előre reklámozzák és kiírják a florália ünnepet, amely a virág, a természet, a zöld megújulásának az ünnepét jelenti. Tehát Flóra istennő, ugye, aki a virágok, a természet istene, és természetesen ezzel együtt a termékenység istene is, hozzá kötődő ünnepség sorozatok, amely a rómaiaknál nem is egy naphoz kötődtek, hanem virágünnepek sorozatát tartották. Tehát ez átrétegződik, és hogyha nézzük a pünkösd szimbolikáját, ugye a pünkösdi rózsa. Hogyha elkezdünk közösen énekelni, biztos, hogy minden néző tud még gyermekkorából, de ma sem szégyen énekelni, mert nagyon szép dal. Olsvai tanár úr, a MTA Zenetudományi Intézetének nyugalmazott népzenekutatója, egyik kedvenc dala, amit mindig mondott, persze az embernek az egyéni élmény is fontos, hogy a fiának, amikor egész pici volt és ringatta, akkor mindig ezzel altatta este. Tehát nem csak pünkösdi vonatkozású szokása van, de ha két szál pünkösd rózsát elénekeljük, és megnézzük a szövegét, úgyhogy nem csak énekeljük, és a szép dallamban élvezkedünk a szöveggel együtt, akkor rögtön közösen meg tudjuk fejteni a szokás tartalmát is. Két szál pünkösd rózsa kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymás szereti. Önző voltam, egy kicsit mélyen kezdtem, nem baj, ez nekem teljesen kényelmes volt. Megküzdöttél a feladattal, köszönöm szépen. Egyébként ez egy érdekes, hogy a népdalok, a népszokások az egyházi ünnepekre hogyan épülnek rá, és hogyan lényegülnek át. Most az előbb, ahogy mondtad, a zöld ünnepet, a flórát, tulajdonképpen egy hihetetlen kavalkádja van az évezredes hagyományoknak, ahogy az átalakult az egyház felé, és aztán az egyházból a népszokások felé. Ez teljesen természetes, és hát különböző, tehát majdhogy nem a
természeti váltásokat is nyomon lehet követni, a vallási, a különböző típusú rárétegződéseket, ahogy a pogány elemek átkerülnek, és erről már több adásunkban beszéltünk, a zajkeltő, a baj elhárító eszközöktől kezdve. A pünkösdben ugyanígy a zöldág. Tehát ha új házat építenek, még ma is nagyon gyakori, sokszor már nem tudják, ugye erre mondta Mircea Eliade, Franciaországban élő román kutató volt, aki azt mondta, hogy ez egy kriptovallásos tevékenység. Tehát még a materialista ember számára, aki esetleg nem hívő, ott is olyan cselekedetek vannak, amely vallásos alapúak vagy vallásiak. Rátesszük a zöldágat a kézháznak, vagy nem a kézház, a kézfalnak a sarkára, mielőtt a tető rákerül. Ugye régen emberáldozatot, állatáldozatot vittek, ugye húsvét környékén a kakasütésről beszéltünk, ugye pontosan ez volt a lényege, vagy vércsorgattak a falba, tehát a kimives kelemen sem feltétlen alaptalan ilyen értelemben, tehát az ember áldozat szüzséje ez nagyon régre nyúlik vissza, és utóbb szelídült és zöldágat tesznek oda. Azért, hogy a bajtól, a villámcsapástól, a rossztól megvédje, elhárítsa. És ma is pünköstkor nagyon sok területen, érdekes, hogy református területeken, településeken is a zöldágazás gyakori kettős céllal, a kétszál pünkös rózsának megfelelően, ugye, a szerelem az udvarlás ünnepeként, a kiszemelt vagy a szeretett leánynak az ajtajára, a kerítésére, a kapu fölé vagy ablakába zöldágakat a bodzától kezdve az éppen kizöldelő ágakig hajtás, akik kötnek koszorúszerűen vagy félkörívszerűen, és azokat teszik oda. Mind különböző díszekkel vagy élővirágokkal, de alapvetően a zöldág fontos benne. Ugyanígy az állatoknak az istáló bejáratához is, vagy a jászol fölé is tettek és tesznek zöldágat, azért, hogy ne legyenek betegek, hogy termékenyek legyenek, és hogy sokszor mondják, érdekes, ez összefügg, ugye, hogy a villámcsapás, mert a villámlós időszak a tél után, ugye itt elindul, a nyári nagy zivatarok előszeleként, hogy a villám ne csapjon bele. És azt mondjuk, hogy a májusi eső aranyat ér. Pünköskor a hiedelem és a népszokások szerint, de inkább a népi hiedelem szerint azt tartották, hogy a pünkösdi eső viszont nem hoz jót. Tehát ez lehet praktikus is azért, ugye, hogyha mentek népszokásokkal köszönteni a pünkösdjárás, pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynézás, a törökbasa járás is nagyon sokféle szokás különböző területeken, adománykérő, termékenység varázsló, csodatévő, összeéneklő, párosító szokások voltak. Tehát ezekhez köthetőek. És hát persze a pünkösd időszaka a mozgó ünnepnek megfelelően május 10-e és június 13-a közé esik, mint a húsvétra számított 51 nap, tehát a húsvét mozgásától függően. Hát ma már ugye a pünkösd hétfő is piros betűs, úgymond ünnep, azaz munkaszüneti nap. Sok esetben az a fajta egyházi, szakrális zarándoktartalom, vagy a népszokások lassan háttérbe húzódó, funkciótlanná váló szokásai helyett ma leginkább a hosszú hétvége, vagy a pünkösdi, most épp ha az ember beüti az internetet, akkor sok esetben többségében a pünkösdi wellness hétvégig buknak ki először nagyszámban, ami hát az örömünnep egyfajta folytatása, de azért ez nem árt, hogyha hittel, tartalommal, szeretettel is társul. Nagyon sok minden elhangzott már az elmúlt pár percben, próbáljuk most ezeket szétbontogatni. Nem hangzott el viszont a májusfaállítás, zöld fáról volt már szó, és a májusfaállításról. És azért kezdeném én most a zöld faállítás helyett a májusfával, mert amikor itt az adásra készültünk, akkor említetted a májusfaállítást, viszont május 1-én nagyon sok helyen májusfát állítottak már. Na most akkor ez a májusfa, ez az a májusfa? A zöldág, így a fa is, ugye, tehát húsvét előtt is van zöldágjárás a kiszézés utáni időkben. Tehát a zöld az a tavasz, a megújulás és a nyár elejé időszakot végig kíséri mindenhol. Tehát a búzaszenteléstől kezdve a határkerülésről is beszéltünk, egészen pünkösdig. Most a májusfa állítás az egyrészt kötődik május első napjához, vagy első hétvégéhez, május elsőjéhez, illetve kötődik pünkösdhöz is. Tehát vannak területek, amikor május elsőjén állítanak, vannak, ahol pünkösdkor van, ahol mindkét alkalommal állítottak. Mi a jelentősége a májusfának? A májusfának? Hát, természetesen a jelentősége az, hogy a fiú, aki udvarol a lánynak,
lopva, tehát nem szabad megtudja, mert akkor ügyetlen a legény, hogyha a fát úgy viszik oda, és úgy állítják fel, és hát ennek különböző technikai, technológiai voltak, vannak. Győr megyében, Győr-Sopron megyében, Darnó Zseliben, Rozsnyai Aladárral filmeztünk a 90-es évek legelején májusfa állítást, ahol nagyon nagy szerencsénk volt, persze hát nem kellett sokat várni, mert este ugye lámpákkal felszerelkezve, kamerával, mikrofonnal vártuk a falu szélén a nyárfásnál a kapást, hogy kik jönnek, hát jöttek is a legények csapatba verődve, és hát ott kivágták a fát, úgyhogy mi még segítettünk is, kezdetben megijedtek, hogy a vadőr jön, ugye, vagy az erdőkerülő, hogy fülön csípi őket, hogy lopják a fát, hát ugye egy-egy szép kis fát, jegenyefát vágtak ki, és ezt közösen behúzták 5-6-an a legények, ugye a adott vezérlegénynek a kiszemelt leánya házához, és ezt nagyon nagy csendben kellett véghez vigyék, ugye, hogy lehetőség szerint ne vegye észre, legyen ez igazából meglepetés. Nem leselkedtek a lányok? Hogy? Nem leselkedtek. Hát a lányok ilyenkor izgultak természetesen, de ha leselkedtek is, nem volt szabad mutatni, mert aznak illetlenség volt, illetve hát a legénynek is meg kellett hagyni azt a fajta magabiztosságot, hogy ő úgy állította azt a fát, hogy senki nem vette észre. Tehát még sok esetben a lányos házaknál, ahol kiszagolták, vagy számítottak rá, hogy az ő lányoknak csak-csak hoznak, és aztán sokszor csalódás is érhette őket, de olyankor még a kutyát is bezárták. Tehát behívták a lakásba, hogy ne kezdjen ugatni, mert az óhatatlan, hogy jelezte volna, hogy itt valami rendellenes dolog történik, hogy mondjuk egy 15-20 méteres fát húznak végig az utcán, és azt ott erőlködő megpróbálják fölállítani. Persze itt az egészen kis ágaktól, vagy a kis serdülőfáktól a nagy jegenyefákig, már mint a nyárfákig mindenfélét állítottak. A kisebb ágakat vagy a fákat a kapu oszlophoz vagy a kerítéshez kötözték, ez egy könnyebb technológia volt. A másik nagyobb erőfeszítést igénybe vevő az, amikor leássák, és hát olyan mélyre azért le kell ásni gödröt, ugye a kerítés elé vagy a kerítésen belül, hogy ne dőljön ki, mert az azért az baleset veszélyes is, tehát hogyha egy nagyobb szél megindul, akkor ugye rádönti a házra vagy valakire. Tehát azért ezt be kellett, sőt, olyan erősen be kellett ásni, hogy mint a falu fájánál tudjuk a majális szokásokból, hogy versengtek a legények, hogy ki tudja a legmagasabbra elhelyezett különböző szalagokat, vagy tárgyakat, vagy borítékokat, vagy boros üvegeket, vérmérséklettől függően, ki tudja leszedni és elhozni. És a legügyesebb legény volt az, aki a legmagasabbra föltettet is le tudta hozni. Na most a versengés sem mindegy, kicsit csapongok a témák között, de a pünkösd időszaka is a legény királyválasztás, azaz a pünkösdi királyválasztás időszaka. Ami megint nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, de térjünk erre még, hadd fejezzem be azt a gondolatot, hogy a májusfa állítás hogyan is néz ki. Tehát ezt ugye felállították este lopva, vagy oda kötözték, vagy beásták, bedöngölték úgy, hogy az stabilan álljon. Természetesen még fekvő helyzetben, szalagokkal, mindenféle csodákkal feldíszítették. Ennek mi a jelentősége a díszítésnek? Hát, hogy minél szebb legyen. A lánynak a boros üveg is ezt szolgálta. Hát a boros üveg, ugye az inkább a falu májusfáján volt, vagy a község májusfájára volt jellemző a boros üveg, azt a legények szívesebben elfogyasztották maguk, hogy nem kellett fölmászni érte, de a lányok esetében inkább az volt fontos, ugye, hogy díszes legyen, szép legyen, mint a leány, ezzel is jelezte. És rangjelző volt az, a érzelmi hőfokot, vagy a szerelmi hőfokot is jelezte, vagy az elszántságot is jelezte, hogy egy egész pici kis ágacskát vagy fácskát tettek oda, vagy egy kis satnya ágat, vagy egy nagyon szép fát, vagy egy egészen nagy fát. Na most arról nem is beszélek, hogy ennek a termékenység szempontjából milyen szimbolikája van. Ugye a fa az egy fallikus szimbólum, tehát itt nem, hogy akkor most nagyot vagy kicsit kapott, szóval nem fordítom le a köznapira a történetet, tehát gyakorlatilag ez egy presztízs is volt a lányok között is, hogy kinek állított májusfát, májfát, és hogy azok közül kinek milyen fát és mekkorát állítottak. Ajaj. Tehát, hogy az ő fája volt a legszebb, vagy a legnagyobb, a legszebb formájú, a legszebben díszített, tehát ebben versengtek. Ha mentek utána körbe a faluba a legények, leányok, és akkor nézték egymásért ezek szerint? Természetes. Hát ez ugye akkor nem a brazil és a mexikói sorozatokról tárgyaltak másnap, hanem ez volt a téma gyakorlatilag. Hogy kinek állítottak, és akkor ment a tipp, ugye, mert ha ügyesek voltak a legények, mert sokszor előfordult, hogy nem tudta meg senki igazából, hogy ki volt. Persze a legények is az volt az érdek, hogy valamiképp sugalja, vagy derüljön ki. De sokszor ugye akkor főleg az idősebb hölgyek, vagy vénasszonyok, ahogy hívták a falvakban, köszörülték a nyelvüket azon, hogy akkor na, Pista Jancsi Sári kiállíthatta, és kinek, meg miképp. Ugye jöttek az összepárosító variációk, de azért ez természetesen kiderült, illetve hát ha udvarolt a legény, akkor a leánynak másnap illet megköszönni, vendégül látni, és aztán ez fokozatosan kicsit adomány jellegű szokás.
hatása is bizonyos területeken alakult, ahol megjutalmazták, megkínálták, ettették, ittatták, süteményt, stb. Félét adtak neki. Tehát nem úgy, mint húsvétkor, hogy tojást, hogy esetleg később már anyagiakat adtak ellenszolgáltatásként, de egy ilyen gesztus viszonzás volt, ami a köszönet nyilvánításhoz tartozott. És aztán ugye a fa élete úgy fejeződik be a közösségekben, hogy kitáncolják a fát. Tehát a májusfa állításnak a vége az, hogy nagy majális ünnephez kötődően, vagy ünnephez kötődően van, ahol rövidebb időre, van, ahol több hétre kitáncolják a fát. Én magam is itt Pest környékén, Isaszegen vettem fel májusfa kitáncoltatást, vagy kitáncolást, ahol már részben a 90-es évek legelején, vagy 80-as évek végén voltunk, a táncegyüttes, de még az idősebbek, a fiatalabbak, tehát még a közösség saját magának is mivelte, de már a művelési az igazgató szervezte is, tehát a hagyományos népi gyakorlat és a népművészeti neofolklorizmus új hullám is keveredett egyszerre, de a közösség nagyon jól érezte magát, akár turistaként, akár tényleges résztvevőként vett részt ebben a szokásban, ahol természetesen az összes olyan májusfát, amit állítottak a településen, azt kitáncolták, körbe mentek, körbe táncolták, megtáncoltatták azt a lányt, és lehetőség szerint az a legény is, aki a fát állította, tehát ez volt a lényege a dolognak. És végén pedig a település közepén, vagy a főterén állított, vagy a sportpálya szélén állított falu májusfáját, vagy májfáját táncolták ki közösen, hát ami egy esti mulatásba, bálba torkolott természetesen megfelelő gasztronómiai és egyéb élményekkel együtt. Mindez tehát a néphagyományhoz köthető, a májusfaállítás és a hozzátartozó ünnepségek, de ebbe az ünnepkörbe már említetted egy mondat erejéig a legénykedést, illetve a pünkösdi királyságot. Ez a pünkösdi királysághoz rengeteg legenda fűződik. Erről külön operettet írtak. Tehát maga a történet olyan, amelyik kedves, szép, pikáns, és ugye gyakorta szomorú is a vége, hiszen a pünkösdi királyság nagyon rövid ideig tart, és ki hogy tudja viselni, vagy éppen mi a következménye. Hát a szomorúságnak oka volt az is, hogyha egészen az ókorig nyúlunk vissza, Egyiptomból vannak arra vonatkozó adatok, hogy rabszolga királyt választottak. És a rabszolga király, ami gyakorlatilag a pünkösdi királyság előzménye, mert ott is a pünkösdi király általában egy hétig uralkodik. Egy nagyon nagy versengés, erőpróbák, ügyességi próbák, nyertese lehet. Szó szerint ugye meg kell küzdjön azért. Na most az ókorban ugye az olimpiai játékok, a sportversenyek első előzményei talán biztosítottan az ilyen típusú legény vagy rabszolga versenyek, ahol a fiúk, a férfiak versenytek, és aki ezt a bizonyos rabszolga király versenyt megnyerte, az erőpróbákat a gladiátorsággal, most amit később ugye keverem a korokat természetesen, tehát a bajvívással, a sporttal, az ügyes, amit ma sportnak neveznénk, de az írástól kezdve a szellemi dolgokig, a zenéig, sok minden, tehát egy ilyen komplex, majd hogy nem azt mondom középkori szemlélet, hogy lovagi próbáknak kellett eleget tegyenek, és kieséses rendszerben zajlott, és aki megnyerte a rabszolgák közül, az egy hétig fáraó volt, tehát rabszolga király volt, totális égnek, földnek ura egyszerre, mint a fáraó, viszont az egy hét eltelte után lefejezték. Tehát ez egészen ugye a szomorú következmény, és nagyon érdekes ugye, hogy a 21. századi emberben rögtön az vetődik fel, hogy hát lennék-e én, szeretnék-e én rabszolga király lenni, hogyha éppen rabszolga lennék. És de mégis versengtek érte. És versengtek érte. Tehát ez egy olyan dics volt, a megdicsőülés volt a szószoros értelmében, ahol nem azt nézték, hogy egy hétig dőzsölök és mindenkinek parancsolok, hanem azt nézte, hogy ő a rabszolgák legjobbika, fölszabadul, természetesen királlyá válik, és fáraóhoz méltóan hal meg, és az istenek a kegyükbe fogadják. Tehát ez egy egészen kiváltságos, kitüntetett állapot, tehát ezt nem lehet a mai racionalitással mérni, hogy hú, hát nem lettem volna én olyan bolond, hogy levágják a nyakam egy hét után, csak azért, hogy egy hétig én vagyok a Jani idézőjelben, mondaná mai szlengel valaki. Tehát egészen más. A pünkösdi királyság is a legények között egy nagyon súlyozott verseny, és máig a szokásokban, de már nem is csak a népszokásokban, hanem a hosszú hétvégéken is, a tekezés, a karikadobálás, a kártyázás, a sportos játékok, a foci és sok minden, a pünkösdi versenyek, a bajnokságok jellemzőek. Tehát ez megint csak visszanyúlik egészen régre a népszokások és a vallási szokásokhoz kötődően. A legények esetében ugye a versengésnél a pünkösdi király az lett, aki győzött.
és egy hétig, de volt olyan település, ahol egy évig a pünkösdi király uralkodott. Ugye hát ez a legényavatással sok mindennel összekötődött, és persze ez nem azt jelentette, hogy akkor egy hétig vagy egy évig ő mindenhol mindent megmondott, és ő döntött a bírótól a vezetőig bezárólag, de sok esetben ő volt az, aki a bírót is az egy hét alatt biztosan helyettesítette, és akkor megmondta, hogy kinek miképp van igaza, és ő döntött el. Viszont az egy évig tartó pünkösdi királyság, ugye ami nem is igazi pünkösdi, mert egy évig tart, de mégiscsak limit időhöz kötött, többségében abban merült ki, hogy az összes legény és a férfi köteles volt az ő számláját a kocsmában kifizetni. De ezekben a nagy történelmi filmjeinkben is megjelenik maga a pünkösdi királyság. Igen. Nagyon sok, minden ilyen szokáshoz, a dalanyag, a szövegek, a varázsló szövegek, és hát a pünkösdi király járás is gyakorlatilag, hát utóbb már inkább adománykérő szokássá, nem mondom, hogy silányult, hanem egyszerűsödött, praktikussá vált, de pünkösdi királynéről sem feledkezzünk meg, mert nem csak a fiúk választottak, hanem talán a szépségversenyek elődjét tekinthetjük ebben, ahol is a legszebb lányt választották meg, és érdekes, hogy a serdülő vagy a kislányok közül választották, és a pünkösdi királyné járásnál dunántúli területeken, ahol legtovább élt ez a szokás, illetve ma újjáélesztve szintén Nyugat-Dunántúlon tetten érhető, négy nagy lány, eladó sorban lévő nagy lány viszi a legszebb kamaszodó kislányt. Hmm. És ő a pünkösdi király lány, ugye királyné pontosabban. Egyébként ez annyira nem terjedt el, ez a fajta népszokás, hát vagy legalábbis annyira nem lehet hallani. Sokféle változata van, és hát azért ez régen eléggé általános volt, és jellegzetes ugye, hogy házról házra mennek, mint az ilyen jellegű népszokásoknál gyakran, egy kifeszített kendőt visznek a kislány feje fölött, a szövegben a varázslástól kezdve sok mindenfélére utaló szöveg van, és a végén nagyon érdekes, hogy négyen megfogják a kislányt és égnek emelik, hogy ilyen nagyra nőjön a kentek búzája, kendere, stb. Ekkora legyen. Ugye tehát egyfajta analógiás varázslást visznek véghez, hogy ahová beköszöntöttek a pünkösdi királyné dalokkal, menettel, köszöntéssel, ott jóra forduljon és minden szép legyen, jó legyen, de a kislány termékenység, hogy te is ekkorára nőjél. Ugye tehát ugyanaz benne van, mint a kender, tehát az analógiás varázslás vagy a ráutalás tetten érhető ebben is természetesen. Hát a pünkösdi király és a királyné együtt is pünkösdőlő szokásban, és van olyan népszokás, ahol a kettő együtt ment, és úgy köszöntöttek, tehát amikor nem csak a pünkösdi király vagy a királyné, hanem párosával mentek, és sok esetben ilyenkor vagy pünkösdi király és királyné néven illették őket, vagy menyasszony vőlegény, tehát mint lakodalmas ifjú pár, ami arra utal, hogy ez a szerelem, a megújulás, a párválasztás időszaka szintén a pünkösd időszaka. A kétszál pünkösd rózsa ugye kihajlott az útra, de nem ám az a rózsa, aki a kertben nyílik, hanem akik egymást szeretik. Tehát ahogy énekeltük a dalban, tehát gyakorlatilag a szerelem, az összetartozás, a megújulás, az új család, az utódok létrejötte, és ez a szereteten, a szerelmen túl ugye a saját magunk megsokszorozása és fenntartásának a záloga gyakorlatilag, ami nagyon fontos. Miért teszik mellé a pünkösd, mellé a piros pünkösdöt? Igen. Hát visszanyúlunk a szimbolikához. Nóta. A piros pünkösd napján. Piros pünkösd napján, és a piros rózsa, vagy pünkösdi rózsa, ugye szintén jellegzetes, hát a lánynyelvekhez sokan tehát akkor ez jelértelmezők a... közül azt mondják, ugye, hogy a Szentlélek eljövetele, és a Szentlélekkel való átitatódás, ahogy az apostolok fölött a kis lánynyelvek, mint 12-jük között, ugye az ábrázolásokon ezt látjuk, megjelennek, gyakorlatilag az a lángnyelv és a pünkösdi rózsának, a bazsarózsának a szirma, illetve a rózsának a szirma és a piros szín összekötődéséből, analógiájából jön az, hogy a piros szín és a lányok is pirosba öltöznek, tehát ez átültetődik egyik területről a másikra. És hát nagyon sok olyan dal van, ugye, ami a rózsáról, illetve a pünkösdi rózsáról szól, egészen a Kárpát-medencében is Moldvától Dunántúlig bezárólag. Nagyon szép dalok. Kodály pünkösdőlőjéről még nem beszéltünk. Tulajdonképpen érdekes, ugye, hogy Kodály, aki maga is járta a vidéket, és kutatta a népzenét és a néphagyományokat, mennyire foglalkozott ezzel a témával, és elkészült a Pünkösdőlő című dal. Ezt a kifejezést így, hogy pünkösdőlő, ezt már használtad. Én gyerekkoromban mindig azt gondoltam, hogy pünkösdőlő.
Nem, ennyire nem horrorisztikus, ha csak nem az egyiptomi előzményekre, a pünkös, vagy a rabszolga király lefejezésére gondolunk. Szóval, akkor ez a pünkös dőlő, ez hogy is van ez a kifejezés? De azért az etimológiád ugye még eléggé gyermekkísérlet volt ezzel, de, csak, igen, de jó humorral. Természetesen. A pünkös dőlés, a pünkös dőlő az maga a népszokást jelenti. Uh-huh. Tehát amikor a pünkösdi köszöntést viszik, és akkor itt ugye a pünkösdi király és királyné együtt. Pünkösdölünk, okay. Így van. Tehát ez a magyar kép, a pentakosztészből, ugye a görög kifejezésből születik a pünkösd, és ebből pedig már igeivé alakul, ugye, vagy különböző képzővel a melléknévitől kezdve mindenfélét ki tudunk hozni belőle, hogy pünkösdi, pünkösdölő szerkezetek születnek természetesen, és a szokáshoz kötődik, és hát Kodály fantasztikus míve is, ugye, amit előszeretettel énekelnek és hallgatunk. Szintén a pünkösdi dalok csokrétájából már egyéni interpretálásban, feldolgozásban, ugye a hivatásos művészet keretébe kerül a népszokások dal anyagaiból, amit ő maga is, ugye a tudományos zene folklorisztika Kodály, vagy Bartókkal együtti megalapozójaként átengedett a saját fülén, testén, agyán, lelkén, ugye, mert ezeket a dalokat gyűjtötte, lejegyezte, elemezte, besorolták, és hát ez nagyon jó volt arra, hogy a tiszta forrást nem csak vegyelemezték, ugye, hogy milyen az összetétele, és mennyire tiszta, és honnan eredhet, és milyen járulékok, egyebek vannak benne, hanem ezt ők maguk fel is használták a saját egyéni, hát világra szóló receptúrájuk szerint, ami hát, hogy a Hungarikum Szövetséges Énemhez közeledjek vissza, tényleg Magyar Érték Világ Lépték címén, az itteni helyi ízekből, nyersanyagokból, idézőjelben kulturális szokásanyagokra és dalanyagokra gondolok, világléptékű receptúrát tudtak és végterméket tudtak hozni, ami megérinti az embereket. Ugye hát Kodályra vonatkozólag, de Bartókra van konkrét adat, hogy 1981-től több éven keresztül az UNESCO-ban mérték, hogy mely zeneszerzők műveit játsszák legtöbbet a világon. És hát a mi Bartók Bélánk többször volt nyertes ebben, és hát mostan tájt is, hogyha mérnék, akkor valószínűleg ugyanezt a pozíciót elmondhatná többször, ami hát azért fantasztikus dolog, hogy azon anyagokból, ami a Kárpát-medencei magyar és az itt élő nemzetiségek, elsődlegesen az itt élők zenéjére, folklórzenéjére, évszázadokon keresztül csiszolt, nem írott kultúrájára épül, vagy abból való merítésre épül a saját zsenialitásukkal együtt, de természetesen ugye az arab, a török zenétől kezdve nagyon sok mindenféle hatás tetten érhető a művekben. Tehát merítettek egy kis csilit is, vagy más fűszert is, ugye, amely nálunk nem terem, de fantasztikus dolgok születtek ebből. Hát a pünkösdőlő is többek között ilyen. Úgyhogy én javaslom, hogy nézzünk azért filmet a pünkösdhöz kötődően. A májusfa állításról, illetve amit én említettem, hogy Darnó Zseliben gyűjtöttem és filmeztünk, ott van egy egyéni májusfa állítás, az éjszakai falopástól kezdve egészen a felállításig, díszítésig, a másnapi szembesülés azzal, hogy a leány észreveszi, hogy akkor itt van a fa, és azért itt próbáltuk követni, tehát nem volt annyira rendezett a dolog, és próbáltuk a legényeknek is elmondani, hogy ne mondják el, hogy ezt még filmezzük is, ugye? Amikor ők jöttek oda, már a köszöntésre, amikor vendégül látták őket, akkor a kamerával mentünk, és hát persze volt meghökkenés természetesen, de érdekes így is. Az maga szerint menjen. A legények azok el szoknak menni az erdőbe, már délután már elmennek körútra, és körülnéznek, hogy hol, milyen fát tudnak kivágni a gyuvára. Megjelölik, és akkor elmennek érte sötéttel, és akkor a május állítás is tulajdonképpen ebből kifolyólag van, a boszorkánságból van, hogy hát ezt a boszorkányt találták ki, ezt a májfa állítást. Általában régente boszorkányok, hát éjfél után már jártak. Jártak éjfél után, éjfél előtt is fél 12 tájba figyelték a májfa ültetőket. És ezért is járták körbe tánccal a legények, hogy a boszorkányt ne tudják megbabonálni azt a májfát. Ők a boszorkányok azon voltak, hogy ez a májfa ne éledjen meg. Ne éledjen meg, de a legények körbe táncolták azért is, hogy igenis, hogy megéledjen ez a májfa. Ha kiszáradt, akkor hát azt a baboraságot mondták, hogy ez a lány nem fog férhez menni. Nem fog férhez menni, és megmarad vénlánynak. Vénlánynak fog megmaradni. Vagy a legény fogja elhagyni. Ha kihajtott, mit jelentett? Ha kihajtott, akkor nagyon virult a lány, jókedvű volt,
De bizony, ha elhervadt a májusfa, akkor nagyon szomorú volt a lány. Köszönjük szépen, fiúk, hogy felállítottátok a májfát. Egészségetekre! Egészségetekre! Az ön lányainak is állítottak egy májusfát. Én lányomnak nem is az első éven, most már körülbelül 5 éve már állítottam meg májfát. Erre büszkék is a lányaim, mert utóvégre mégiscsak a helyes lányoknak állítanak. Nem azért, hogy én lányaim, ugye? De mégiscsak a helyes lányoknak is, és hát van neki udvarlói, mert ha nem volna udvarlói, talán nem is állítanának májfát. A lányok mit adnak cserében a májfáért? Hát a lányok talán, én úgy gondolom, hogy a szeretetet viszonyítsák a legénnyel szembe, ugye. Hát a boldogságot ki tudják mutatni, hogy igenis, hogy megemlékeztek róluk, ugye. Azon fölül, hogy még mivel tartoznak nekik, az már elájönnek a dolga. Darnó és Zseli, ugye ez két település, amit 70-es évek elején még acélávtárs ugye összesítette, vagy összevonta a kis településeket. Darnó Zseli is így került egybe, és a két faluban azért a lokál patrióta tudat megvolt. És a 90-es évek legelején, amikor ott jártunk, akkor a falu majálisán fölállították a sportpálya mellett ugye a hatalmas fát, amire fel kellett mászni, versengtek, stb. Viszont egy óriási zsákban futó verseny, hát a szokásos ügyességi játékok, ahol megmérik, hogy ki a jobb a legények között, vagy akár a leányok között, viszont kötélhúzó versenyt rendeztek. És ez önmagában még nem lett volna érdekes, de hát ott a Duna közel volt, egy olyan vastag hajó kötelet hoztak oda, amit én még nem láttam ugye alföldi gyerekként, de ilyen combvastagságú volt, és végigérte a focipályát, tehát vagy 100-120 méter hosszú. Igen. És a darnóiak a focipálya egyik felén fogták a kötelet, a zseliek a focipálya másik felén fogták a kötelet. Középen rá volt kötve egy nagy piros masni, ugye lássák, hogy mi a középvonal, és a felfestett felező vonalhoz képest, hogyha a masni túljutott volna, mert mondom a poén, túljutott volna a felező körön, akkor az a falu rész győz. Tehát a lokál patriotizmus dúlt bennük, és ugyanúgy, mint az orosz mesében, ahol a nagypapától ugye a unokán kisegérik. Keresztül a kisegérik bezárólag mindenki húztát, itt is a felnőttek, az idősek, a gyerekek, a picik, mindenki kapaszkodott a kötélbe, és amikor a startpisztoly eldördült jelképesen, kiadták a parancsot, hogy na akkor húzd, és egyszerre a két falu megránt, hát nem számoltam meg, de gyakorlatilag végigérték szinte a focipályát. Most hát el lehet gondolni, hogy ott nem tudom, 100-120 ember biztos, hogy volt mindkét oldalon, ugye? Neki feszültek, és hát a jó megtermett sörhasú izmos férfiaktól, a sportolóktól, a cingár lányoktól, a gyerekek, mindenki. És egyszerre meghúzták a kötelet, és az egyik kamerával középről filmeztük, a másikkal oldalról. És hallottuk, hogy valószínűtlen pattogó, recsegő hang szólal meg. És a következő néhány másodpercen belül szétrobbant középen a kötél. Tehát ez a combvastagságú kötél elszakadt, és hát persze alig bírtuk mi is, ugye egyrészt, hogy ne vágjon orba, mert én voltam, igen, a közeli kamerás az elszakadó kötél, de azon túl, hát nevetés nélkül, mert hát akkorát borultak, estek, ott gurult mindenki a focipályán szara szét. Szerencsére baleset nem lett belőle, tehát a 150 kilós legerősebb ember nem ütött agyon 4 éves kisgyereket, aki mögötte húzta a kötelet. Tehát szerencsésen estek, tehát óriási ováció volt, és ünnep volt, igen, és öröm volt, ugye, hogy na hát nem tudták eldönteni, hogy a darnóiak vagy a zseliek győznek, mert döntetlen lett a kötél, nem bírta ki ezt a versenyt. Gyönyörű. Tehát fantasztikus történetek kötődnek ehhez, persze mind ahhoz, hogy Táborfalván én magam is még majáliskor zsákba futó versenyt is nyertem általános iskolás alsó tagozatos koromban, ugye, ahol régen is volt olyan, hogy a népszokásban is rabjárás vagy törökbasázásnak hívják. A törökbasázás szokása az abból állt, hogy egy vékony cingár süldő kisfiút szalmával kitömtek, ugye már mint hogy ruhát tettek köré, vagy nagyobb szalmazsákot, és hát mint a törökbasa nagyja hasa, nagyjá formálták, és hát őt végig csépelték már úgy, hogy pálcával vesszőzték ugye a falun, hogy a török a
az idegent ki kell, és akkor... De adománykérő népszokás volt, és persze mindenféle jót kívántak a pünkösthöz kötődően házról házra menet. És a rabjárás ugyanolyan szokás volt, hogy összekötözték a lábakat, és akkor hát mint a rabok, a láncra fűzött rabok, ugye úgy mentek, és sokszor olyan szorosra, hogy csak ugrálni tudott. Na most a zsákban járás megint analogiásan átjön erre, hogy utóbb a 60-as évek elején közepén, amikor én egészen apró gyerek voltam, ugye akkor a zsákban futó versenyző egy óriási dolog volt, és hát ugye nagyokat kellett ugrani, jó technikával nem lehetett leengedni a zsákot, mert ha az ember rálépett, akkor azonnal orra bukott. Tehát nagyon sokan nagyot estek, amikor lecsúszott a zsák egy picit, mert akkor rálépett, akkor ugye nem tudott még egyszer lendülni. Tehát a technikát el kellett sajátítani, hogy erősen kellett tartani, és hát természetesen szögdécselni, mint a nyúl vagy a kenguru. Tehát ezen erőpróbák ugye a legényeknek, lányoknak egyaránt izgalmasak, érdekesek voltak. Ez a közösség előtt, a település vagy a falu előtt zajlott, és hát ki imponálhatott annak, akinek akart. És hát persze mindezekhez a gasztronómiai élmény, a mértékkel való italozás, és este természetesen a mulatozás is ugyanúgy hozzátartozott. Közben pünköstkor, vagy pünköst másnap, a fiúgyerekek is járták a házakat, törökbasát jártak, törökbasáztak. Az öregek úgy mesélték, hogy a törökbasázás az még a régi török világra nyúlik vissza. És ahogy a török gyerek a sippal, ugyanúgy itt a törökbasába is belekerült, ütötték és kicsúfolták falu végén, kergették, miközben jókat derültek, azok is, akik kísérték, azok a gyerekek, de azok is, akik kijöttek a házokból, és végignézték ezt az érdekes szokást. Volt olyan falu, ahol egy kis versikét is mondtak hozzá. Rab vagyok, szabadulást várok. Szabadulást, ha nem adnak, egy pár forintot adjanak. Apám anyám be van zárva 300 napra, aki azt kiváltja, az Isten is megáldja. És aztán közben azt a kis ajándékot, amit kihoztak nekik, kalácsot, süteményt, azt megköszönték, és mentek utcáról utcára. Így telt el bolondozásra ez a pünkösd. Házi vonatkozásában azért egy picit mélyedjünk még bele újra a pünköst ünnepkörébe, hiszen pünkösthöz rengeteg zarándoklat is köthető.
és a búcsújárás is köthető hozzá. Mit jelent a búcsújárás egyházi vonatkozásban, és mit jelent mai vonatkozásában, és aztán a zarándoklatokra majd külön kitérünk még. Hát ugye az egyik fő búcsújáró, vagy búcsús ünnep gyakorlatilag a pünkösd nagy boldogasszony mellett talán a legjelentősebb ilyen szempontból. És hát Csíksomlyot is többször végigfilmeztem, illetve néprajzos, népzenei kutatói szempontból is vizsgáltuk, tehát volt, amikor hangfelvételt, fotózás, de többször filmet készítettünk. És nagyon-nagyon érdekes volt az, ahol még a középkori időszakból átnyúló szokásokat a 20. század végén tetten lehetett érni. A 15. századtól kezdve vannak írásos emlékek Csíksomlyóra vonatkozólag, ezt azért is mondom. Ugye 15. század, több, hát mint, azért az... Több mint fél évezredes, ugye, igen, ez a szokás. Amikor forgattam az Út a csillagok alatt El Camino filmet Portugália-Spanyol vonatkozásban, és Fátimától mentünk Santiago-ig, ugye, vagy Finisterráig, még onnan tovább, akkor látván azt a fantasztikus atmoszférát, kultuszt, hittel telítettséget, amit Fátimában a fáklyás esti felvonulásnál, körmenetnél ugye átélhettünk, ugyan a kamerán keresztül keretezve, úgy fölvetődött az emberben, hogy 1900-as éveket, az első világháború idejétől van ugye a jelenés, és azt követően ugye a zarándoklat, illetve a búcsújárás Fátimában, és nőtte ki magát Fátima, úgymond kicsit turisztikai szlogennel és egyházi szlogennel, ha szabad ezt használni, a világ oltárának nevezik magukat, és most már ugye a világ is őket, uh-huh, és tényleg a világ minden részéről, tehát Brazíliától, Magyarországtól kezdve Lengyelországtól, nagyobb távolságokról is nagy számban mennek zarándokok. És végigfutott bennem az ugye, hogy nem a nemzeti elkötelezettség mondatta velem ezt, hogy Csíksomlyó, amely 1400-as évektől kezdődően már adatolva, Mária kegyhely, és azóta folyamatosan látogatott, és a legjelentősebb Kárpát-medencei kegyhely, hogy hogyan lehetne, és ebben nem az a lényeg, hogy ezt most turisztikai vagy üzleti szempontból pozícionáljuk, de önmagában is, hát talán inkább a történelmi, földrajzi, társadalmi elszigeteltség lehetett az oka annak, hogy nem olyan léptékben vált a világ oltárává, idézőjelben, tehát a sztárolását ide helyezve, uh-huh, mint ahogy például Fátima, vagy egy-két Lourdes és más kegyhelyek. Persze összemérni azt, hogy melyik kegyhely szakrális hit vallási szempontból jelentősebb, ezt nem szabad és nem is lehet. Mert a jelenés, a csoda, az oda kötődő hierofánia az, ami gyakorlatilag azzá teszi, ami, és a hívők számára, és a zarándokok, az odaérkezők számára, ezért fontos. De azért ez is elgondolkoztató, ugye, hogy a Kárpát-medence, ahonnan a vallási tolerancia Európa számára mintaként indul, hogy ezeket az értékeket, hogyha a tatára török, ugye az iszlámtól való védőbástyái voltunk ugye a középkorban, vagy a török időszakban, vagy a törökök, oszmán törökök benyomulásakor Európát védtük meg, de ez az elszigeteltségünknek részben okává is vált. A kései feudalizmussal persze sok minden más előny is járt azzal, hogy nagyon sok embert lemészároltak, kényszerítették nagyobb mezővárosokba, sok helyütt az átjáróháznak számító alföldi sima területeken, ahol nem voltak kővárok, ott a lakosság 70-80%-a kicserélődött, vagy megszűnt, vagy újra kellett telepíteni. De hát azt a fajta Kárpát-medencei kohót, amiben élünk, azért ez a sokba is így is elősegítette pozitíve, hogy rengeteg érték van együtt, rétegződött egymásra, nem csak történelmileg, hanem interetnikusan is, ami hát egy fantasztikus, olyan fajta speciális keveréke, ami nem azt jelenti, hogy csak másoknak a keveréke, mert nagyon sok saját elem és kulturális elem is van, de ezek között nem lehet és nem is kell különbséget tenni, mert oda és vissza veszik és vettük és veszük át azokat az elemeket, azokat a szokásokat, viselettől, a daltól kezdve, ami éppen tetszik, és formáljuk saját magunknak megfelelővé. Tehát a hangszerektől, a vallási szokásoktól, a viseletelemektől, a tánctól, a használati tárgyakig, ez mindenhol tetten érhető és teljesen normális dolog. Istenem, jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménység.
áld meg Erdély földjét. Mi volt az a jelenés, ami Csíksomlyót búcsújáró helyét tette? Hát fantasztikus volt, amikor ugye pünköst hajnalán, tehát végig megy a virasztás, és a stációkon mennek végig a hegyoldalon. Hát amikor először filmeztem, hát nagyon-nagyon esős idő volt, ugye a hiedelem, népi hiedelem azt tartja, hogy a pünkösdi eső nem jó. Hát praktikus szempontból az sem volt jó, mert szinte négy kézláb tudtam, vagy három kézláb tudtam mászni, mert az egyikben a kamerát tartottam a stációkon föl ugye a kápolna dombra. Ahol is ugye a fő cél az, hogy a stációkon feljutván, hajnalban, amikor először följön a nap, akkor a napban nézés szokása él. És már ott gyülekeztek a töltött, hittel töltött, szeretettel töltött emberek, akik várták, és szinte azt lehet mondani, hogy révülő tekintettel. Várták azt, hogy felbukik a hegy mögül a nap, és hát most filmes szempontból is mondom, hogy fantasztikus az, amikor ugye hát mindig a legszebb képeket a felkelő és a lemenő napnál lehet csinálni, amikor, mint itt a háttérnek jó része, aranysárgában úszik. Tehát amikor nem kell átállítani a fehéret hozzá, és olyan, mintha arany lenne, ugye aranyhídnak is nevezik. Na most sok esetben, ha ilyen fotót vagy filmet látunk, akkor ha rosszul komponáljuk, vagy túl triviális, akkor azt mondják, hogy na, ez már olyan szép, hogy gics. De ha az ember ezt élőben látja, fantasztikus. És ahogy jött föl a nap, ahogy kibukott először is az első sugarak az arcokra vetődtek, amelyek ott voltak, és pont egy Bákótól délre lakó Luisika Lagori, bármennyire is nem magyar a neve, de Csángó faluról van szó. Édesanyja a 9,5-10 éves fiúkáját fogta, ölelte magához, a gyerek úgy a köldökéig ért körülbelül, és előtte fölkészítette, és elmondta, hogy mit fogsz látni, és hogy Szűz Mária meg fog jelenni. És a fekete selyemkendőt az édesanyja, azt maguk elé tartotta. Tehát az áttetsző kendőről van szó, ilyen selyem anyagból. És ahogy jött föl a nap, én vettem szemből, utána volt annyi idő, mert ezt hosszan ugye elemezték és csodálták és révültek a szószoros értelmében, föl tudtam ansnitbe is, tehát a fülük tövétől venni a kendőn keresztül, hogy mit láthatnak, amit én a kamerával meg tudok mutatni, persze ezt fizikailag nem lehet mindig megmutatni azt, amit egy ember, aki hisz, akinek találkozása van, aki jelenést lát, az nem feltétlenül a fizikai valóságában fontos. Viszont azt az arcot, és az a gyerek arcát és az édesanyja arcát, ez máig él bennem, nagyon sok arcot vettem még föl, meg embert vettem föl, de ez volt az, ami katartikus volt nekem is kamerán keresztül is, és utólag is, ha végignézem, még VHS-re vettem akkor, ugye éppen olyan kamera volt nálam, és közelében a fekete kendőn keresztül, ahogy látja az ember a távolba révedő tekintetet, és közben kommentálta, elmondta, hogy mit lát az édesanyja. Hogy figyeld, nézd meg, ott van, és ott most, és teljesen az aha élménnyel, hogy most jelent meg Mária. Na most, ha az ember nagyon profán akar lenni, akkor azt mondom, fizikus vagy természettudom, vagy vegyészetre is jártam először, ugye, hogy ha az ember egy optikai rácsot tart maga elé, tehát mint a nagyon pici kis lyukakkal rendelkező fekete selyemkendőt, és azon keresztül néz egy erős fényforrást, akkor ott a fénytörés, illetve ennek a felülete, ahogy hullámzik, különböző alakokat tud kihozni. Véletlenszerűen is, vagy szándékosan is szinte. És amikor az ember rákészül arra, hogy én várom a csodát, hogy megjelenjen nekem, akkor talán mondhatjuk azt, és ez nem csalás, nem ámítás, hogy könnyebben látja meg benne. Tehát ugyanazon foltokban. Tehát az ember egy rorsak tesztet néz meg, hogy ki mit lát bele. És hogyha előtte beszélünk valamiről, akkor automatikus, hogy az eszünk rájár arra, hogy akkor én azt látom annak a képét, egy kislány arcát, egy férfit, vagy egy lovat látok benne, vagy pocsolyát, vagy pacát, vagy vízfelületet csillogni látok benne, sokkal könnyebben vetítem ki rá azt. Tehát most ez egy fizikai magyarázat, amit én mondok, de a gyerek szempontjából is fantasztikus volt, és akkor a gyerek is rábökött, hogy ott van, és ahogy rábökött, elmozdult a kendő, és akkor eltűnt. És akkor mondta is, hogy ne nyújj hozzá, szóval nagyon érdekes volt a folyamata. Tehát a Mária jelenés, vagy Krisztus jelenésnek volt, aki azt mondta, hogy én látom, és akkor mondta, hogy hogyan, és leírták, tehát azt, amit a látomásában átélt. És nagyon érdekes volt, tehát tovább fűzöm, és ugrok egyet a gondolatban, hogy ugyanehhez a családhoz véletlenszerűen jutottunk el, mert hogy a csíksomlyói búcsú után, június első napjaira esett akkor, ez 90-ben volt, mentünk Bákóba, illetve Bákó környéki Moldvai Csángó falvakba zenét gyűjteni, filmezni, pünkösdi szokást még utólag, hogy mi mindent tesznek, ugye felvenni,
És hát beérkeztünk Luizikalagorba, ahol hát ott mondták, hogy kinél van nagyobb szálláshely, vagy szoba, tiszta uh-huh. szoba, és akkor menjünk oda. És hát Maric néniékhez irányítottak minket, ahol is nem szembesültünk, ugye, mert ők is akkor ugye ott az ünnepi viseletben voltak, hát ott meg már a köznapi ruhában voltak, amikor megérkeztünk hozzájuk, hanem este a vacsoránál derült ki, hogy bizony őket filmeztem. Tehát megint az édesanyát, és bejött a gyereknek a kicsit ilyen pimasz, szemtelen golyófejű, de nagyon aranyos 10 év körüli kisfiú volt, bejött, és amikor megláttam az arcát, akkor úgy rögtön rémlett, hogy én valonnan, mint láttam, hogy ismerem, és akkor még nem mertem azt mondani, hát biztos hasonlít valakire. És elkezdtünk beszélni, és mondták, hát ők is nem régen jöttek haza, mert mi kerülő úttal mentünk oda, ugye több száz kilométer, hogy voltak Csíksomjón. Igen, hol? És elmondták az élményeiket, és utána elővettem a kamerát, vagy azt a kazettát, visszajátszottuk, és ott a monitorról le tudtam vetíteni nekik. Hát óriási volt az az élménye, hogy látták, és vissza, és mi volt, és ott helyben átélték a filmvetítés következtében, úgy látszott, tehát ők nem, azon túl, hogy a technikai csodától akkor még nem volt ennyire kézenfekvő, ugye hanyatdőltek, de átélték azt az élményt a film kapcsán, és látod, és ott volt, és tényleg, és amikor hátulról mutattam, és ahogy a kendő törései látszottak, ugye akkor, és ott hihetetlen dolog volt. És utána érdekes volt, hogy ez a Csángó fiú aztán Budapestre jött tanulni, itt végzett egyetemet, tehát hogy felgyorsult a világ, mert ő azt követően, és ami világ teljesen normális és természetes rendje, most már ők is ugye műholddal ugyanúgy fogják a világot, többen közülük visszamentek tanítani, vagy éppen papnak a saját falujukba, de nagyon sokan hátukra vették a világot, és elindultak világútján, ahogy a dal és a vers is mondja, és hát hol Magyarországon, hol távolabbra jutottak, de kinyílt számukra is a világ, ami hát teljesen természetes. És hát mi ugye önző módon, akik azt kutatjuk, tehát hogy a hagyományos kultúrában mi az, ami tetten érhető, és mi az, ami még dokumentálható, bizonyos szempontból nagyon örülünk annak, hogy nyelvújítás előtti nyelv emlékeket, vagy beszédet tudunk, vagy élő éneket tudunk felvenni, olyan archaikus történeteket mondanak el, ugye, amit évtizedekkel, századokkal előtte hallhattunk volna, tehát egyfajta történelmi, vagy időutazás, kulturális utazásnak is tudható be, ami a késői feudalizmus 150 éves késésének köszönhető, hogy itt az iparosodás, a mobilizáció később indult el, külön a perifériákon, tehát a határmenti területeken is, különösképpen a Kárpát-medence magyar keleti lakta területeinél szintén, ahol a politikai, társadalmi, országhatárbéli elszigeteltség is erősebb volt, és sok esetben az identitásukat, az önazonosságukat a kultúrájukban, a szokásaikban, a dalaikban, a küllemükben, az öltözetükben és a lelkükben és a nyelvükben tudták megőrizni. Tehát ennek is köszönhető, hogy ott még máig lehet archaikusabb és majdhogyan funkcióban lévő dalokat. Hát nem olyan régen, még egy-két évtizeddel ezelőtt Faragó József kolozsvári professzor akkor születő balladát vett fel Moldvában. Tehát ahol egy napi történetet énekeltek meg, hát ma már ugye itt vannak a kamerák a stúdióban, és hát internettel, illetve mobildal is az ember már megnézi, és akkor telefonon a világ másik pontját real time fogja, vagy látja, legyen ez ünnepi esemény, vagy éppen világégés sajnos, vagy katasztrófa. És ott viszont a balladában énekelték meg, az volt a híradója, mint korábbi klasszikus műfajokban az operának is, ugye, tehát hogyha egy csatornát megnyitottak, vagy egy nagy esemény történt, akkor azt megénekelték, és volt, hogy évek vagy évtizedek után jutott el valahova, adnak a híre. Hát ma már ez ugye másodpercek kérdése, real time tudjuk. És ebben már el is érkeztünk a mához. Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen tényleg annyira föl van gyorsulva a világunk, és annyi minden történik, és egyik másodpercről a másik másodpercre, a világ egyik végéből a másik végébe el lehet repíteni a híreket. A hagyományokat viszont az emberek a mai napig tartják. Remélem, hogy ez a beszélgetés, ez a mai pünkösdről szóló műsorunk eszébe juttatta nagyon sok nézőnknek a gyermekkort, a hagyományokat, azokat a hagyományokat, vagy azokat a játékokat, amelyeket annak idején szerettek. Természetesen azok, akik vallásosak, úgyis elmennek a templomba, elmennek a misére, de talán ezután a beszélgetés után egy kicsit máshogy fognak találkozni egymással pünköskor, és talán a wellness hétvégét is egy kicsit az ünnepnek szentelve, a népi hagyományoknak és a vallásos liturgiát is beleszőve értékelik azt a pár napot, amelyet a pihenésre szánnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, megosztottad velünk a filmeket, és mindazt a tudást, amelyet összegyűjtöttél az évtizedek alatt. Önöknek pedig áldott ünnepeket kívánunk.